Köszöntöm a nézőket a Metszetben. Mifelénk a szobrok sorsa éppen olyan hányatott, mint az embereké. Erdélyi történelmünk tele van kilakoltatott, elűzött, fogvatartott, kerékbetört vagy felnégyelt emlékművekkel. Ha majd a történetüket egyszer valaki megírja, benne lesz abban minden, amit eleink átéltek. Remény és kiábrándulás, halál és újjászületés, változás és megmaradás. Egy otthon elvesztésének és visszaszerzésének a krónikája tulajdonképpen a szabadságszobor története. Azt remélem, hogy megszabadított minket a pesszimizmusunktól, a kis hitűségünktől, attól a történelmi keserűségtől, hogy nekünk semmi sem sikerül. Ezt írta Markó Béla a Zaradi Szabadságszobor kiszabadítása alkalmából 2004-ben kiadott szobormonográfia a Kiszabadítottuk című könyv előszavában. A Szabadságszobor másfél évtizeddel ezelőtti kiszabadítása kétségtelenül egy kiemelkedő sikertörténet, nem csak az erdélyi magyar közösség, hanem az egész romániai társadalom számára. Bizonyítéka annak, hogy együttműködéssel, a megbékélés szándékával leküzdhetők a nemzetiségek közötti ellentétek, a történelmi sérelmek, az előítéletek. A szobor kiszabadításának 15 éves évfordulója alkalmából olyan erdélyi magyar személyiségeket szólaltatunk meg, akik jelentősen hozzájárultak a szabadságszobor kiszabadításához. Ki hogyan emlékszik vissza a szobor 2004-es visszaállítását megelőző politikai küzdelemre? Kinek mit jelent ma a szabadságszobor? Erre kerestük a választ a Metszetben. Eltelt másfél évtized az aradi szabadságszobor kiszabadítása óta, ám a pesszimista jóslatok és a szűnni nem akaró román nacionalizmus támadásai dacára a szobor ma is áll az aradi megbékélési parkban. Szemben a román forradalmároknak emléket állító új emlékművel, mellettük ünnepi alkalmakkor ott lobog a román, a magyar és az Európai Uniós zászló is. E pillanatkép szimbólum értéke ma is igen erős. A szabadság nem csak a románoké vagy a magyaroké, hanem mindenkié, aki itt él ebben az országban és a közös Európában. Ám ennek felismeréséhez Romániában több évtizedes magyar politikai küzdelemre, sokszor kudarcosnak tűnő, ám végül eredményes román-magyar együttműködésre volt szükség. Ennek a küzdelemnek az egyik fontos állomása a szabadságszobor kiszabadítása. Azt kell mondanom, hogy a szembenállások tulajdonképpen sokkal élesebbek voltak akkor, mint ma. Vagyis még teljében volt egyfajta román nacionalizmus. Most ismét erősödik, de azért nem lehet hasonlítani a 90-es évekhez, a 2000-es évek elejéhez. Viszont ugyanakkor az RMDSZ is rendkívül nagy befolyással volt Bukarestben. A szabadságszobor visszaállítására végül is 2004-ben került sor, amikor nem voltunk ugyan kormányon, de a Szociáldemokrata Párt a mi szavazatainkkal volt csak többségben a parlamentben, és ez rendkívül nagy erőt adott nekünk, illetve azelőtt 4 évig már kormányoztunk a Demokratikus Konvenció pártjaival. Azt kell mondanom, hogy a szabadságszobor visszaállítása az persze, hogy önmagában is fontos volt. Fontos volt az aradiaknak, fontos volt általában az erdélyeknek, de egyfajta áttörést is jelentett. Vagyis hosszú-hosszú évtizedek után, amikor Erdélyben a magyar történelem nyomai szorultak vissza fokozatosan a közterekről, szorultak vissza a közéletből és általában a nyilvánosságból. Ez volt az első olyan fontos eredmény, amely azt mutatta, hogy a többség, vagyis a román politikai vezetés elismeri, hogy a magyar történelemnek is helye van Erdélyben, és hogy ez a történelem szerves része egyébként Románia történelmének. Tehát én ezt mindenképpen áttörésnek tartom. Így értelmezték ezt mások is, tehát az egész közvélemény így szemlélte. Nem véletlenül gondolunk vissza úgy ezekre az elmúlt évtizedekre, hogy talán ez az egyik kiemelkedő eredményünk. Holott azt is mondhatná valaki, hogy hát ez persze egy nagyon szép műalkotás, fontos művészeti
alkotás, de hát mégiscsak egy szobor. Igen, de a szimbólumokra azért szükségünk. Az erdélyi magyar szimbólumok hányattatott sorsát mutatja, hogy az 1890-ben felállított szabadságszobor megszületése óta többet volt a rabságban, mint köztéren. 29 év után 1925-ben az új román hatalom lebontatta és az aradi lovardába vitte, ahol 74 évet raboskodott. Bár a kommunizmus évtizedeiben több ízben is megkísérelték az emlékmű felállítását, kiszabadítását azonban csak jóval a rendszerváltás után 1999-ben sikerült elérnie az RMDSZ-nek. Ekkor a szoboralakokat az aradi Minorita rendház udvarára vitték, ahol megkezdték a restaurálásukat. Abban a politikai kontextusban még ez is hatalmas eredmény volt, hiszen az aradi magyarok, akik mindaddig csupán legendákból tudtak a szigorúan őrzött szoborról, még ha darabokra szedve is, de láthatták a magyar szabadság szimbólumait. Egy álom valósult meg, egy álom vált valóságát tulajdonképpen, mert mi is abban nőttünk föl, hogy van valahol egy szabadságszobor, és a különböző legendák, történetek, hova vitték, hova tették. Hát ugye ez 1989. decemberre után élesen került terítékre az akkor alakuló megyei RMDSZ-nél elsősorban. Ugye elkészítettek egy jelképes 12 pontot, és annak az egyik pontja az volt, hogy a szabadságszobor helyreállítása, vagy újbóli fölállítása. Hát a szervezet dolgozott ezen a kérdésen becsülettel, és ugye 1999-ig kellett várni arra a tényleg történelmi eseményre, hogy ki lehessen szabadítani a szabadságszobrot a hosszú fogságából, az aradi vár valamelyik árkából. Takács Csaba, aki abban az időben az RMDSZ ügyvezető elnöke volt, úgy véli, a szabadságszobor kiszabadítása nem ragadható ki az akkori általános politikai kontextusból, hiszen ez egy szélesebb, számos kisebbségi célkitűzést megfogalmazó magyar kisebbségi program része volt, és a politikai küzdelem, illetve a román pártokkal folytatott együttműködés eredményeként gyakorlatilag a 90-es évek végére jutottak el oda, hogy érdemi előrelépést lehessen elérni a szobor felállítása érdekében. Az RMDSZ 30 éves története egy folyamatos küzdelem, egy folyamatos célokat, prioritásokat minden területen, hiszen nem csak a nemzeti kérdésben, és nem csak a román-magyar viszony szempontjából. Maga számára kijelölő, azokért tenni akaró és lehetőségeket felhasználva eredményeket is felmutatni tudó szervezetként jutottunk el oda, hogy az első kormányzási ciklus alatt már olyan tárgyalások és olyan, ami 96-os évben kezdődött, ugye, amikor az RMDSZ először vett részt egy román kormányban, hogy akkor elindultak azok a tárgyalások, amelyek többek között az aradi szobor visszaállításáról folytak. De hát, ha arra gondolok, hogy a lista milyen hosszú volt, különösen a 90-es évek elején, sem magyar iskola, sem magyar felirat, semmi jog szabály, ami biztosítsa az igazságszolgáltatásban a nyelvi jogokat, semmi lehetőség, az állami oktatás különböző szintjein az anyanyelvű, teljes körű anyanyelvű oktatásra. Ezeket mind újra kellett építeni, intézményeket kellett létrehozni, régieket, újakat, a meglévőket, a meglévőkben lelket, értéket vinni, amelyre készen áll, bármennyire is hihetetlen, az az erdélyi magyar közösség, úgy az értelmiség, mint az egyszerű emberek sokassága. Valahogy az aradi szobor mindig ennek az összképnek az egyik tételeként merült fel, egy nagyon erős szimbólumként is. Tehát nem állítom azt, hogy nem vált időnként domináns az aradi szobor kérdése, akkor, amikor erdélyi szobrokról beszélünk.
Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása a 90-es évek második felében a román-magyar kétoldalú kapcsolatokban is javulást hozott. Kétségtelenül a magyar kormány fellépése is jelentős módon hozzájárult ahhoz, hogy a román kormány végül feladta merev nacionalista álláspontját a szabadságszobor ügyében, mondja Nagy Zsolt, akire az RMDSZ akkori ügyvezető alelnökeként fontos szerep hárult a kiszabadítási folyamatban. Hát egy nagyon különböző környezet, politikai környezet volt a maitól. Ezzel is Románia még nem volt az Európai Unióban. Az RMDSZ egy ellenzéki időszakban volt, és ugyanakkor az időszak azzal esett egybe, amikor nagyon sok kisebbségi jogot sikerült törvénykezési szinten érvénybe léptetni. Azaz, hogy törvények ott voltak, de azokat szép lassan gyakorlatba is kellett volna ültetni. És ugyanakkor a két ország viszonya, Magyarország és Románia viszonya egy olyan fázisba lépett, amikor lehetőség nyílt arra, hogy a magyar kormány segítségével tudjunk lépést tenni az aradi szabadságszobor helyreállítása érdekében. Nagyon megtisztelő, hogy egyáltalán beszélgetünk erről. Én akkor az RMDSZ ügyvezető alelnöke voltam, és területi szervezetekért feleltem, illetve, ami nagyon fontos volt ebben a politikai történetben, a szabadságszobor helyreállításában, magyarországi kapcsolattartással is foglalkoztam. Tehát mint ilyen a magyarországi intézményekkel, az RMDSZ belső struktúrájával, minden olyan szervezési, pénzügyi kérdésben volt, azt kell mondom, meghatározó szerepem, persze csapatommal együtt, kollégákkal együtt, ami az aradi szabadságszobor helyreállítását lehetővé tette. Nagyon büszke vagyok erre a munkára és erre a teljesítményre, és azt gondolom, hogy joggal lehet büszke mindenki, aki az RMDSZ-ben ehhez hozzájárult és ebben dolgozott, ugye, hogy joggal lehet büszke minden erdélyi magyar arra, hogy ezt a szoborot köztéren láthatjuk. A szobor felállításához azonban a csatát nem csak országos, hanem helyi szinten is meg kellett vívni, mindezt olyan körülmények között, hogy a három RMDSZ-es önkormányzati képviselőnek további 11 helyi román tanácsos szavazatát is meg kellett nyernie ahhoz, hogy a város is rábólincson a szobor állításra. Nagyon sok tárgyalás és nagyon sok lobbizás eredményeként, ugye 23-as volt a városi tanács, amelyben mi RMDSZ-esek négyen voltunk. Azaz hárman, mert Bognár Levente alpolgármesterként akkor nem volt tanácsos, de Darida János, Horváth Levente és jó magam, tehát három szavazattal tudtunk hozzájárulni, 14 szavazatot kellett megszerezni. 11-en voltak a szociáldemokraták, és három még mindig hiányzott, és az akkor még működő parasztpártiak hárman voltak azok, akik a szobor mellett szavaztak. Meg kell, hogy mondjam a történelmi hűség kedvéért, hogy se a liberálisok, se az akkori demokrata pártiak nem támogatták a mi elképzelésünket, de végül is sikerült a 17 szavazatot megszerezni, arra vonatkozóan, hogy köztéren, és a köztér az a tűzoltók tere. Hát ettől arra, ugye mi nagyon gyorsan elkezdtünk dolgozni, az országos RMDSZ mellénk állt a magyar kormány, és biztosította azt az összeget, amivel a szobrot helyre lehet állítani. Tehát ezek a munkálatok tulajdonképpen 2002 végén, 2003 elején kezdődtek meg. Markó Béla szerint is sokaké az érdem, példás összefogás alakult ki az RMDSZ és a magyar kormányok között, amelyek mindvégig napirenden tartották a szoborkérdést a román-magyar kapcsolatokban. De nagy érdemük van az aradiaknak is, akik nem hagyták, hogy a politikum egy pillanatra is megfeledkezzék a jogos követelésükről. De az az igazság, hogy ennek ellenére nem sikerült volna visszaállítani az aradi szabadságszobrot, hogyha 1996 és 2000 között nem lettünk volna ott,
a román kormányban, és nem tudtuk volna azt elérni, hogy végül is Rádu Vaszile miniszterelnök idején az aradi vár árkából, ahol szétszórtan ott hevertek ennek a monumentális alkotásnak a darabjai, és már hosszú ideje az 1920-as évek óta, hogy onnan végül is ki lehetett hozni a szabadság szobrot, és hát aztán a Minarita templom udvarán hevert még évekig. Tehát ez az RMDS kormányzati jelenléte nélkül nem lett volna lehetséges. Másrészt pedig utána még évekbe tellett, amíg visszaállítottuk a szobrot. És ez megint csak azért volt lehetséges, mert szükség volt ránk Bukarestben, őszintén szólva. Tehát, ahogy az előbb is említettem, a következő kormánynak, vagyis a szociáldemokrata kormánynak nem volt nélkülünk többsége a parlamentben. Még így is azt kell mondanom, hogy rendkívül kalandos és rendkívül zaklatott volt az az út, amely aztán végül is a tűzoltók terére vitte a szabadság szobrot. Ugyanis 2003 őszére terveztük a szobor visszaállítását, volt erről egyességünk, megállapodásunk Adrián Nesztászéval, a Szociáldemokrata Párt akkori elnökével és miniszterelnökkel. Román nacionalista nyomásra azonban az utolsó pillanatban leállították a felállítási munkálatokat, és akkor úgy nézett ki, hogy a nagy terv meghiúsul. Holott az RMDS és a Szociáldemokrata Párt között 2001-ben megkötött együttműködési megállapodás részeként sikerült egyességre jutni a szobor felállításáról. Ez a 2002-es évre szóló országos és megyei megállapodásokba már konkrét célkitűzésként került be. Ennek ellenére 2003. október 6-án még a torzóban maradt, csupasz talapzatnál hajtott fejet a magyarság, de közben mindenkiben élt a remény, hogy a román kormány határozatlansága, valamint a román nacionalista szervezetek sorozatos hisztériakeltése dacára egyszer mégis sikerülhet a szobor felállítása. Az RMDS és a magyar kormány által folytatott számos sikertelen román-magyar tárgyalás után végül 2004. márciusában sikerült az áttörés. A kormány határozatot fogadott el a szabadságszobor felállításáról. Nagy Románia párt meg a parlamentben jelenlévő nacionalista csoportosulások folyamatosan támadták a kormányt, támadtak minket. Egyszerű indítványt, vagy talán bizalmatlansági indítványt, most már nem tudom pontosan fölidézni, nyújtottak be a kormány ellen ebben a kérdésben. Tehát ez egy nehéz ősz volt, és tanulságos. Tanulságos olyan szempontból, hogy milyen fontos a kitartás, és milyen fontos az, hogyha nem mondunk le bizonyos célokról. Mert meg kell mondanom, amikor velem Adrián Nesztászé miniszterelnök közölte, telefonon hívott fel, valahol külföldön volt, Szófiában, vagy valahol a Balkánon, ahogy emlékszem, telefonon hívott fel, hogy hát tájékoztatni akar, hogy leállította a szobor visszaállítási munkálatait. Amikor hazakerült, akkor nyilván egy rendkívül, hogy mondjam, hát éles beszélgetésünk volt erről a kérdésről. Ő kijelentette, hogy amíg ő miniszterelnök, addig ez a szobor nem fog állni, értsen meg. Nyilván ezzel a mondattal befejeződött akkor a beszélgetésünk, illetve még annyit mondtam, hogy ezt most hagyjuk abba, gondolkozzék még azon, amit mondott. És hát néhány hónap múlva ő volt még a miniszterelnök, és a szobor állt. Ez viszont annak köszönhető, hogy a politikában semmit sem szabad véglegesnek tekinteni, ez jó is, rossz is persze, és semmiről sem szabad lemondani. Tehát az, hogy ha ma valami nem valósult meg, vagy ma valami nem sikerült, az nem jelenti, hogy holnap vagy holnap után nem fog sikerülni. A szabadságszobor ünnepi felavatására nem október 6-án, az aradi vértanúk napján, hanem 2004. április 25-én került sor.
Különleges pillanat, különleges nap volt ez a résztvevők számára, akik azt érezhették, hogy valami megváltozott, valami jobbra fordult a magyarság életében, és a román-magyar együttélésben is. Azt gondolom, hogy akkor ért be a pillanat, annak konok kitartó munkának és háttéregyeztetésnek, magyar politikai vezetőknek, magyarországi politikai vezetőknek a személyes kiállása és bekapcsolódása ennek a kapcsán. A két ország viszonya, az RMDS folyamatos és kitartó témafelvetése, mind Magyarországon, mind Romániában, mindezek vezettek oda ahhoz, hogy akkor abban a pillanatban odaért, hogy ki tudtuk szabadítani a szabadságszobrot és köztérre felállítani. Nagyon fontos volt a pillanatot nem elhalasztani, és nem elszalasztani a megfelelő pillanatot, ehhez sok minden, az apró részszervezési részletektől, az építkezési engedélyig, az építőig mindennek oda kellett állnia. Tehát ez mondom, hogy egy csapatmunka volt. Takács Csaba szerint ugyanakkor a szabadságszobor felállításának sikertörténete egyfajta kései elégtétel mindazokért a román hatalom által lebontott erdélyi magyar emlékművekért is, amelyek végérvényesen eltűntek a kommunista évtizedek alatt. A szabadság emlékmű szinte az egyedüli, amely valamilyen csoda folytán elkerülte a beolvasztást, a teljes megsemmisítést. Csak egy dolgot említsek meg. Úgy nagyjából közel 80 és 100 között volt Kossuth szobor Erdélyben. Egy szobor maradt meg a talapzatán, Kossuth szobor, még Trianon előtti állapotban, az a nagyszalontai. Mindegyiket eltüntették, mindegyiket beolvasztották. Magának az aradi szobornak, a szabadságszobornak a története önmagában is egy csoda. Nekem mindig az volt az érzésem, képekről sokszor láttam, és addig, ameddig először nem mentünk el az aradi vár árkába, így közelről egy alakját se ismertem kézzel tapintható módon, de én azt hiszem, hogy még a románokat is lenyűgözte ennek a szobornak, darabonként is a nagysága, gyönyörűsége. Elmúlt tehát 15 év a szabadságszobor felállítása óta. Történelmi léptékkel mérve ez kis idő, de annál jelentősebb az erdélyi magyar közösség életében. Azóta számos más, hasonlóan fontos eredmény is született a nyelvhasználati jogoktól az anyanyelvű iskolákig, de figyelmeztető jelként mindvégig jelen volt a magyar ellenesség, a megszerzett jogok felszámolására irányuló törekvés is. A szabadságszobor hányattatott múltja és a kiszabadítását célzó küzdelem számos jó és rossz pillanata egyaránt azt jelzi, a dolgok sohasem visszafordíthatatlanok, az elért eredményeket védeni kell, a szabadságért létünk minden pillanatában küzdeni kell. A szabadságszobor így nem csak az aradi vértanúk emlékműve, hanem ennek a jelenben zajló folyamatos küzdelemnek, a folyamatos szabadságharcnak a szimbóluma is. Nyilvánvalóan megőrizte a régi jelentését, ugye ez azért kapcsolódik október 6-ához, tehát kapcsolódik az aradi 13-hoz, 1849 vértanúihoz, de hát kétségtelenül, ahogy mondtam, kapott egy többletjelentést, és ez a többletjelentés, ez most már általunk van benne ennek a szobornak az üzenetében. Ez egyszerű, és az tulajdonképpen, hogy igen, érdemes kitartóan megküzdeni egy-egy célért. Az is benne van, hogy nekünk sohasem egyszerű megvalósítani valamit, de az is benne van, hogy igenis lehetséges, és hogy a mi történelmünknek ott kell lennie Erdély közterein, ott kell lennie Erdély nyilvános életében. Itt teszünk pontot mai adásunkra. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a viszontlátásra!